Tavaly volt 30 éve, hogy az ORFK 1992-ben megalakította az Országos Balesetmegelőzési Bizottságot, amelynek feladata a közúti közlekedés biztonságának őrzése és preventív feladatok végzése. Sokan emlékezhetnek még a bizottság régi logójára, amely tökéletesen kifejezte a balesetmegelőzés rendőrséghez való erőteljes és tradicionális kötődését. A Balesetmegelőzési Bizottság az minden kapitányságon működik, nagyon-nagyon régi hagyományokat őriz. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság az 30 évvel ezelőtt jött létre. Szentendre rendőrkapitányság 2013-ban alakította újra a Balesetmegelőzési Bizottságot, még az akkori kapitányunkkal, és azóta működik ilyen aktívan, mint ahogy most is. Évente ülésezünk, vannak civil tagjaink és a kapitányságnak a dolgozói is vannak tagok. Mindig gondolkozunk, hogy milyen új ötletekkel lehetne megközelíteni a baleset megelőzési tevékenységet, pályázatokat írunk ki, illetve az, hogy a Szentendre illetékességi területén a közlekedést hogyan tudjuk egy kicsit befolyásolni, a balesetek számát csökkenteni, a jellemző szabálysértéseket kiszűrni, illetve ezekre felhívni a figyelmet, hogy ezeket kerüljék el az állampolgárok. Mivel a közúti balesetek megelőzésére irányuló tevékenység nem csak minisztériumi, de össztársadalmi szintre is kiterjed. A 90-es évek közepétől egyre nagyobb igény merült fel az általános társadalmi nyitásra, az együttműködők körének jelentős mértékű kiszélesítésére. Ezek a változások a bizottság belső struktúráját, valamint a logóját is érintették. Szentendrén 2013-ban újult meg a kapitányságon működő balesetmegelőzési bizottság. Azóta civilek is többen jelentkeztek a szervezet tagjainak körébe. Először is meg kell minket keresni, és el kell mondani, hogy miért szeretne hozzánk csatlakozni, milyen ötletei vannak, mert azért a bizottság tagjainak a száma azért limitálva van valamennyire, illetve meg szoktuk nézni azt, hogy aki szeretne hozzánk csatlakozni, ő milyen új ötlettel, vagy milyen új irányból tudna megközelíteni a mi munkánkat, vagy segíteni. A Baleset Megelőzési Bizottság prevenciós munkája már az óvodás korosztálynál megkezdődik, de a legjellemzőbb a felső tagozatos általános iskolásoknak, valamint a középiskolásoknak tartott előadások szervezése. Nyílt napunk az mindig szokott lenni, illetve a megkereséseket örömmel fogadjuk, és akkor az iskolák pályaorientációs nap keretében eljöhetnek a kapitányságra, ahol többféle munkaterületre be tudnak, vagy betekintést kapnak. Előadást tartunk nekik, illetve személyesen találkozhatnak a kollégáinkkal, és a munkaterületüket bemutatják nekik. Ha iskolákba megyünk ki, akkor vagy a kerékpáros közlekedéssel, vagy a gyalogos közlekedéssel kapcsolatban tartunk nekik előadást, akár elméleti, akár gyakorlati formában. Gátiné Budai Boglárka rendőrőrnagy azóta tagja az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak, mióta állományban van a szentendrei rendőrkapitányságon. Pár éve már titkári posztot is ellát, így részletes tájékoztatással tudott stábunknak beszámolni arról, hogy hogyan működik a Balesetmegelőzési Bizottság, illetve titkárként neki mi a feladatköre. Minden évben azon ötletelünk, hogy mit tudunk kitalálni, milyen kisfilmet, milyen szóróanyagot, minél több helyre megpróbálunk eljutni, minél több interjút adni, vagy minél több nyilvánosságra, tehát minél többször a nyilvánosság előtt megjelenni a megelőzési ötleteinkkel, illetve a propaganda anyagunkkal. Igazándiból a bizottság az eléggé összetartó bizottság a kollégák körében is, meg a civileknek is nagyon jó ötleteik vannak, tehát mindent együtt beszélünk meg, és együtt ötletelünk. Igazándiból én összefogom az egészet, lehet így mondani a titkárnak a dolgát. Megszervezem a bizottsági ülést, kiküldöm a meghívókat, az oldalt kezelem, ennyi. Az ORFK február 27-én jubileumi ünnepséget rendezett, ahol Gátiné Budai Boglárka rendőrőrnagy egy kitüntetést vehetett át. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 30 éves évfordulója alkalmából kaptak a bizottsági tagok, a rendőrség részéről, illetve civilek is egy ilyen ezüst emlékérmet ennek az ünnepségnek a keretében. Illetve igazándiból megköszönve az elmúlt éveknek a munkáját. Tudtad, hogy te is fogsz kapni egy ilyen kitüntetést, vagy teljesen váratlanul ért? Hát váratlanul, mert osztályvezető asszony csak annyit mondott, hogy be kell menni erre az ünnepségre minden bizottságból, minden városi bizottságból egy főnek, és igazándiból akkor ott terült ki, hogy ez nem is erről szól, hanem hogy emlékérmet kapunk. Pest megyéből 3-an kaptunk, a Ceglédi rendőrkapitányság, illetve a Pest megyéből balesetmegelőzési bizottságnak a részéről egy fő. Azt tudod esetleg, hogy milyen háttér szükséges ahhoz, hogy valaki megkapja ezt a díjat, vagy mi alapján terjesztik fel akár erre a díjra, vagy mi alapján döntik el, hogy épp az adott illető kapja azt? Hát az alapján döntötték el, hogy megnézték, hogy Pest megyében melyik kapitányságokon működik aktívan a Balesetmegelőzési Bizottság, és akkor onnan javasoltak 3 főt. Így. Tehát azt gondolom, hogy ez elismerés, igen, hogy Szentendrén működik a Balesetmegelőzési Bizottság.
A Szentendrei Rendőrkapitányság a közelmúltban emlékkérmet kapott köszönetképpen a Kossuth-Lajos Nyugdíjas Klubtól, ahová a rendőrállomány tagjai gyakran járnak előadásokat tartani. A jó kapcsolat és együttműködés onnan is ered, hogy a Nyugdíjas Klub elnöke maga is tagja a Szentendrei Balesetmegelőzési Bizottságnak. Mit jelent számodra az, hogy te is a részese lehetsz ennek a bizottságnak, és hogy egy rengeteg ilyen prevenciós, meg felhívó kisfilmeket, előadásokat készíthettek itt együtt? Hát én a munkámnak ezt a részét kifejezetten szeretem. Én nagyon szeretek ötletelni, illetve ezzel foglalkozni. Az iskolákba, óvodákba is kimenni, de ha csak így a háttérben kell dolgozni azon, hogy milyen új ötlettel tudunk előállni, milyen fényképet vagy videót készítsünk, nekem ez a kis kreatív munka, ez nagyon fontos, és szeretem. Számodra mit jelent, hogy most elismerték így külön is a munkádat? Hát mindenképpen megtiszteltetés. Én azt gondolom, meg az elmúlt éveknek a köszönete. Milyen terveid vannak még így a jövőben, akár így titkári pozícióként, vagy említetted ezt a kreatív feladatot, van-e más, amit még itt szeretnél mindenképpen megvalósítani? Ezt tovább folytatni. Minél több új ötlet, minél több helyre eljutni, minél több iskolába, óvodába, és minél jobban végezni a munkánkat.